Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és innen az űrből jelentkezek. Péntek van, tehát Space Engineers, ez valószínűleg pénteken is fog kikerülni, mert ezt aznap veszem fel, amikor ki fog kerülni. Jó, van, nem túl hangos. Azon gondolkodom, hogy mivel kéne foglalkoznom, megint változtak a textúrák, szerintem. Elég sok frissítést kapott egyébként a játék, és a single mentésemhez régen nem nyúltam hozzá annak okán, hogy tele volt buggal a kis űrvilágunk úgy általában. Ha ezt lekapcsolom, akkor kevesebb fény lesz. Nem nagyon számít. Ha, mindegy. Jó. Be kéne valahogy jutnom az űrhajóba és megnézni elő mi az ábra, mert ott is dolgoztam korábban. Már nem tudom pontosan. Zakatolnak a gépek. Itt dolgoztam valamit, ha jól emlékszem, és ide pakoláztam. De lehet, hogy csak addig pakoláztam, amíg megépítettem azt ott, és ez pedig... Igen, ez volt a múltkori projekt, oké. Okay. No! Azt találtam ki, azt hiszem, az előző epizód végén, hogy majd akkor okosan foglalkozok a légkondicionáló rendszerrel, vagy hát ami biztosítja majd nekünk a levegőt itt ezeken a részeken, amit meg kéne ugye oldani. Most azt vizsgálom még itt, hogy ez mehetne ez a rendszer itt egészen alul is akár. Itt lehetne ezzel foglalatoskodni bizony. Ugye több lehetőségem is van, alul is van egy egész komoly lehetőség, ahol lehet vezetni a csöveket, illetve fölül is van ilyen lehetőség, vagy a kettőt kombózhatom is összefele, meg mindenféle ilyen dolgokat végezhetek vele, de itt össze kell majd kötnöm, lehet ezeket is itt fölül, itt mindenképp ilyen szerviz jellegű dolgok is lesznek biztosan. Itt annyi hely van egyébként, hogy még a reaktor is beférne, hogyha így nagyon szorosan nézem. Zakatolnak a gépek ezerrel. Ja. Meg ugye az is kérdéses, hogy mennyire tud ellátni ekkora területet mondjuk egy ilyen levegőbe fújó rendszer. Na jó, de azt hiszem, hogy mielőtt ezzel elkezdenék foglalkozni, azelőtt lehet, hogy foglalkoznom kéne azzal a dologgal, hogy mondjuk hermetikusan lezárni dolgokat. Mert az nem nagyon van megoldva még, ha jól emlékszem. Az bizony tényleg nincs megoldva. Jó, akkor nézzük meg, hogy van-e nálam beltéri lemez, van valamennyi, úgyhogy lehet csinálni ilyen... nem is tudom mi az a... az a hatost, azt a hatost. Kicsit a dizájnoljuk itt ezt az első rész szerintem. Ez lesz most a menetrend. Erre, ez egy jó nagy fal lesz itt, erre lehet rakni majd mi azt... kijelzőket is akár. Ezt viszont lehet, hogy én innen lefaragnám. Ezt a részt. Hű, micsoda gyors flexem van. És milyen hangos flexem van. Ide lehet, hogy rakok olyan 7-eskét. Nem, 8-asnak annak is a kis háromszögét. Megnézzük, hogy ez mennyire otromba így. Mert így kicsit jobban néz ki. Vagy nem tudom. Szerintem jobban néz ki. Ja, oké. Hát egy kicsit azért jobb így szerintem, vagy nem tudom. Mert ott belül nem tudom megoldani szerintem ezt a dolgot, hogy itt szépen lezáródjon. Hát illetve de, meg tudom oldani. Mégis ide lehet rakni ilyen dolgot. Jó, legyen akkor az. Akkor ide rakom ezeket a beltériket így beljebb egyel, és akkor szimmetrikus marad a cuccunk. Igen, vette be a hatoskámat. Na, olyan kéne, hogy elforduljál nekem. Így, ja, ez így jó. Oké. Okay. Nem tudom, hogy alatta meg tudom-e hegeszteni a kis gyroszkópomat, de én bizakodok mindenképpen. Ezzel tudok-e valamit kezdeni, és tudok szerintem. Ide berakunk egy ilyet. Meg ide is. Úgy gondolom, annyira össze van már rakva ez az űrhajó, hogy ilyeneket nem sínylik meg, hogy itt kiveszem ezeket a ezeket. Most hát csak így a dizájnra megyünk rá. Jó, a vezérlő panel az nem ott lesz, ahol most van szerintem, hanem valahol másutt. Mindenképpen valahol itt ezen a részen tudom elképzelni egyébként, hogy arrafele nézegetve itt. Vagy akár itt tök középen is lehet, mert jól néz ki ott is, ja. Úgy, ja. Itt viszont egy ilyen szerviz lejáratnak kéne lennie, ha tudok olyat csinálni. És ezen agyaltam is a múltkor, hogy ezt valahogy meg tudom-e valósítani vajon, de nem nagyon fogom tudni ezt megvalósítani, ha csak innen nem tudunk lejutni valahogy, mert itt nem számít, hogy hogy néz ki.
Gyroszkópokat nem szívesen áldoznám be. Most azt nézem, hogy ezt a belsőhöz hozzáférek-e valaha is. Azt hiszem igen. Jó, oké, ez így jó. De itt a lejárat az felejtősnek tűnik. Túloldalt, nézzük meg a túloldalt. Hát nem tudom, hogy miért lenne jobb a helyzet egyébként. Szerintem biztos, hogy ugyanolyan teré helyzet van itt is. Ezen a szerviz csatornán is. Ha csak itt el nem osonok, és itt mondjuk le lehet menni oda. Ez egy másik részleg egyébként. De ide be lehetne jutni. Ha itt lezárom, akkor itt be lehetne jutni. Ja, jó. Ezt a tulajdon is elvileg meg kéne, hogy tudjam csinálni. Ez mi ez? Ez se főelem, úgyhogy itt is lehet egy kicsit trikközni ezzel. És te mi vagy? Jó, még ez is, ezt is elbírja. Oké. Akkor viszont itt csinálunk egy olyat, hogy itt meglegyen a lejárat. Akkor lehet, hogy ma mégse a levegőztető rendszer lesz a menetrendünk, hanem itt egy kicsit itt rendezkedünk. És próbáljuk a hermetikus elzárást megoldani. És most ezzel fogok tevékenykedni. Ezt akartam ide rakni. Ide. Itt meg fogok egy ilyen lejárót csinálni. Ha nem lesz szép, az se érdekes egyébként, csak hogy mégis itt működjön valamelyest a dolog. Azt akarom elérni. Ezt itt kivághatom vajon? Hát szerintem kivághatom mindenképpen ki. Ki is fogom. Ide is rakunk egy ilyen lépcsőt. Ez ilyen rács egyébként, de szerintem a lépcsőnek is megjárja. Ebben mi kell? Sok-sok építőelem. Hozok építőelemet, hogy legyen nálam bőven. Valamikor ezeket a gyrókat is meg kell csinálnom, mert ez sokat fog jelenteni a stabilitásban valószínűleg. Azok mik ott? Ja, meg hajtók, jó van. Jó, itt meg végrakjuk majd beltérivel. Ott fönt még lehetne egy helységet is akár kialakítani, bár a feljutás az fogalmam sincs, hogyan lehetne megoldani. Tényleg nincs ötletem. Ha csak itt ilyen szembőjárósra nem lehet meg, de azt nem tudom, nem. Lehet, hogy ezt elkótyavetyélem ezt a részt itt, vagy valami egyéb funkciója lesz, nem tudom, mindegy. Miért is igyekeztem? Ja, építőelemért. Közben az órámat is nézem, mert az oviba kell mennem. Ilyen küldetéseim is vannak mára. Na, azt mondja, hogy vegyünk építőelemet, az van szerintem egy kevés itt biztosan. És ha mondtátok nekem, hogy lehet, hogy azért fogy el mindig a helyem, mert nagyon sok oxigénpalack van nálam, ami tökéletesen igazatok van egyébként. És 30 kiló egy ilyen, de ez nem olyan sok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hát ez nem sok, 300 be lehet vállalni. Ez nem pálya. Annyit megél nekem, hogy ne kelljen mindig nézegetnem az oxigén szintet. Az maradhat. Na, araszoljunk vissza ide be az oduba. És próbáljunk itt valamit megoldani. Jó, itt szépen le lehet futni majd, ügyesen, okosan. Jó, és akkor meg is akartam hegeszteni. Ez most nem sikerült túl jól. Oké, ez viszont baj, de nem gond, mert azt mondja, hogy belebuggolt. Ez belebuggolt, és ez baj. Ez viszont baj. Valahol belebuggolt ez a cucc. Ez is fordítva van, nem hiszem el. Komolyan. Na nézzük akkor. Ez most jónak tűnik. Jó, ez jó. A lépcső formája van. Jó, ez a pofámba repült, és ez most oda fog felrobbani, és az is... Jó, de legalább megállt. Ez is valami. Jó. Az is belebuggolt. Az a baj ezzel, hogy az előző részben, vagy az előttiben, nem tudom, ezek az elgurulós tárgyak, ezek iszonyatos problémákat okoztak. Ott is belebuggolt. Fölrobbantak vele területek, sajnos. Sajnos. Jó, mindegy. Mentek egyet. És hogyha elszáll, akkor sajnos. Sajnos az veszett lesz, 97, inkább ez 98-as már, amit csinálok. Egy, jó, oké. Jó, hát akkor most innen nem nézem, hogy fölrobban-e.
ha esetleg felrobban, akkor sajnos újra kell azt majd rögzítenem ezeket a részeket. De bizakodok benne, hogy ezt is orvosolták valahogy. Innen már nem tudok fölvenni semmit, igen. Jó, ide kell is egy konvejort visszaraknom. Azt hogy tudom megoldani, az ötösbe van bent. Beltéri lemez. Talán már átbuggolt rajta. Nem, a beltéri lemez ott fönt volt, és ez talán még ott is van valahol. Nem, már nincs. Vagy nem tudom, hogy itt van-e. Nincs, már nincs itt. Ez is elbuggolt valahova, látjátok. Na mindegy. Ezek undorító dolgok egyébként, szóval ilyenek azért elveszik az ember kedvét elég jól. Szóval ezzel én úgy gondolom, hogy most már kéne kezdeni valamit ennyi idős programnál, hogy legalább ezek a dolgok működjenek. Nem más, hanem ilyesmik. És el kell mennem megint beltériért, és most lerakodok egy csomó mindent, és inkább ingázni fogok, hogy legyen mindig szabad helyen, mert ez így nem királyság. Jó, lerakjuk a... Mondjuk ez biztos kelleni fog majd. Ebből 30-at lerakunk, ebből lerakunk 100-at. Ebből 70-et. És akkor viszünk magunkkal beltérre ezt egy 150-et. Ebből megvan, jó, oké. Maradt valami szabad helyünk. Hát nem sok, de valami maradt, jó. Remélem fölrobban, mint amikor ott a sarka egyszer csak eltűnt a házikónak. Úgyhogy ott nincsenek mozgó alkatrészek, sincsenek azon a területen, úgyhogy azért félek, hogy itt is valami malőr lesz, mert itt sincsenek mozgó alkatrészek, de bármikor felrobbanhat az egész a radjába. Na. Jó, rakjunk ide is akkor egy ilyen lépcsőt. Leszedjük, mert nem tudom, hogy fordítva van-e. És fordítva. Nincs így fordítva. Jó, ez így jó. Ez így jó. Oké, ide is rakunk egy ilyen lépcsőt. Sőt, itt le is zárjuk. Nem tudom, mi a helyzet itt kint. Itt ez mi? Ez nehéz páncélblokk egyébként? Aha, ez nehéz. Jó. Akkor. Hát itt közöttel szerintem lehet, hogy könnyűvel fogom zárni, vagy nem tudom. Itt elő legyen nehéz páncél az egész. Na, lehet ilyen is. Jó. Majd ezt meghegeztem ezt kívülről, mert ennyi anyagom nincsen most így kéznél szerintem, de mindegy, ide berakjuk az anyagmennyiséget. Jó, így le van zárva az egész kóceráj, szuper. Itt viszont kéne egy feljáró, nem tudom, ezt ki lehet-e venni. Ez egy kis hajtómű, ezt biztos, hogy nem vehetem ki. Na mindegy, ezt meghegesszük. Hozok bele fémrácsot, 50 darabot. Egyébként szerintem, lehet, hogy ez be van kötve, ez a nagy rendszerbe. Nézzük meg. Mondjuk. Na, úgy néz ki, hogy igen. 50 darab kell mindösszesen. Jó. Nem sok szabad helyen maradt, valamit kell vinnem, amiből fogytán vagyok. Hát talán nem, egy kis beltérit még viszünk, nem sokat, egy 20-at. Jó, vissza a kis üregembe. És kell beltéri majd ezekre a részekre, de lehet, hogy megpróbálok megcsinálni egy-két girót. Nagyszerű ez így. Nekem ez így tetszik. Ide rakunk egy... 3-ast. Nem 3-ast. Hol van a beltéri blokkom? 6-os. Jó, legyen ez. Egy darab ilyet. Ja, ez így jól néz ki. De majd rakunk lámpást, meg mindent. Ide is mehet egy 7-es. Egy. Szuper, jó. Ja, és ebbe kéne beleraknom a fémrácsot, jó. Oké, és akkor itt a feljárás, hát... Ez kivehető, vajon? Ki? Szupa. Jó. Oké. Jó, most szerintem ez így jó lesz nekem, ez így megcsináljuk így. Ide is rakok egy 7-est. Mondjuk ide. És akkor így már föl tudunk jönni. Ide meg egy sima 6-os. Biztos, hogy rosszul van benne az alul a cucc, de
de az annyira nem is mérvadó. Nem, jól is sikerült be. Oké. Ja, hát akkor ez lesz a szerviz alagút, itt lehet benézni, és akkor azt be tudom foltozni, és akkor így már körbejárható a cucc teljes mértékben. Ja. Jó. Szerintem ez így jó lesz. Ide viszont kéne egy kis merevítés a 8-asból, a kocek. Ez és ez. Ez azt hiszem a gerince a hajónak kb. Ez a kettő cucc, ami így jön. Úgyhogy ez jó, hogyha így meg van erősítve, vagy össze van kötve. Oké. Ennek fontos szerepe van? Viszonylag fontos, ja. De mondjuk nem dől össze tőle a világ, ha ezt kiveszem. Nem, szerintem nem dőlt össze a világ. Ez itt mi egyébként? Egy könnyű páncélbok, ezt meghegesszük, és akkor ide is rakok egy ilyen 8-asból ezt a kis háromszöget. És így. Mégis tartja, de végis valahogy kinéz ez a rész. Ja. Téged ki lehet váltani ilyesmivel vajon? Azért bátor vagyok, hogy ilyeneket csinálok. De ide is rakunk egy ilyet. Jó. Oké. Titeket nem bántunk, ezzel nem lehet csinálni semmit, mert ez tartó, ez egy fontos tartó rész. Ide viszont be tudok rakni egy ilyet, egy 8-ast, hogy lehessen látni, hogy azért ez egy komoly lejáró. Így, így. Ja. Szuper, nekem ez így tetszik. Jó kis szerviz alagút lett itt alulra, és akkor ott most fölmegyek azon a lyukon. Akkor ezt itt betapasztom, mert erre most nincsen nagyon szükségünk, úgyhogy ezt hiába kapcsolom ki, itt nincs gravitáció. Tényleg gravitációs izét is kell csinálnom majd cuccot, mielőtt majd elfelejtem. Na, legyen kocka. Kocka mindenhova. Ide is. Helyes, jó. Milyen szép összefüggő lett. Oké. Téged ki tudlak váltani. Egy darab beltérivel. De mondjuk olyan legyen, ami szép is. Egy. Oké. Jó. Ez így jó. Most elkezdem megcsinálni a gyrókat, hogy itt ezt az utat is rendbe lehessen rakni. Mondjuk ezt a gyroszkópot. Mi kell bele? Sok fémrács, nagy acélcső, meg acéllemez. Rengeteg. Szerintem nincs messze. Jó, ezeket le is rakom, mert ezekre nincs most szükség, ahogy látom. Sokat célem ez az adja. Elviszem először akkor azokat a dolgokat. Jó, acéllemezt teszünk ebbe és ebbe. Jó. Kell rengeteg fémrács, meg rengeteg cső. Azt mondja, de nagy cső. Ja, hát nem is tudom, egy keveset azért rakunk be egy százat. Kell akkor fémrács, ez itt van. Abból kell 50, a 150 körül. Meg amennyit elbírok csövet, viszek 9-et. Nem sokat bírtam el, az 2,3 izére lesz elég. Jó, ebben már csak számítógép kell, ebben még kell építőelem is. Ebben meg elkészült, nagyszerű hír. Jó. Számítógép, építőelem és csövek. Közben mennek itt az összeszerelők, meg minden megy tök jó. Meg maradt is. Jó, ez marad. Számítógép, az viszünk, egy csomó számítógépet vihetünk. Vihetünk mennyit mondjuk kell? 300? Tán elég. Meg építőelemből kell egy 300, egyné. Látogassunk vissza. Így most szerintem mindent meg fog tudni csinálni. Ez kész. Motor. Ez meg megvan, jó. Mondjuk ezeket is meg kéne csinálni, ha már itt vagyok. Ja. Motor. Motor. Hát itt van egy kevés motor. Motor elég vajon? Meg beltérülem, ez az kelleni fog.
Abból kell mondjuk egy 200, meg ebből is viszünk egy 200-at, hogy le tudjam rakni ezeket a dolgokat. Úgy, ilyen biztos kelleni fog. 300, jó. Aztán azokkal majd még foglalatoskodok ám. Csak most meg akarom csinálni itt az utat. Ahhoz pedig az a lapocskák kellenek nekem. Nem is tudom, nagy blokkok talán, itt mindent megtalálok. Ez az. Ez kell nekem. Mondjuk az orvos is a szobát kicseréljük rá. Lehet ilyen kis pereme. Lehet pereme. What? Mi a problémó itt? Kérem szépen. Ó, mi az? Miért nem támogatott ez a dolog? Na, így jó. Oké. Király, ide egy sarkos. Olyan is van, ha jól emlékszem. Igen. Nagyszerű. Ide pedig egy szintén olyan, mint az előző volt. A falon lehet egy ilyen kis korlát rajta, mert az jó pofa mindig. Jó, kis acélcső. Oké, hozok, ne aggódj. 46. Ő lég lesz, vajon nem figyeltem. Elégnek tűnik. Nem, 25-ös évvel kell, akkor viszont még kell. 25 és 4, az 30 darab gyengén. Erősen. Többet nem is viszünk. Mint amennyi szükséges. Nagyon jó, tetszik. Ide is rakok azért egyet, hogy valahogy kinézzen. Azt mondja, hogy G. Nem G, hanem 4-es. És hát... Ide mehet a sarkos felőlem. Így. Jó, hogy egy izét hoztam, egy acélcsőt, meg kell bele 24 darab. Szerintem még akad annyi. Confirm, mehet. Ó, ez egyre jobban tetszik nekem. Oké. Ide hozzáférek ezekhez az egyebekhez is. Ez mi ez? Ugye meghegezte. Jó, a reaktorokkal majd később foglalatoskodunk. Itt. Ide már lehet tenni egy olyan 8-ast. Nem ezt, hanem ezt. Így, oda meg egy kocekot, ja. Jó. Ha lesz itt gravitáció, akkor nagyon király leszek szerintem. Egészen ide le lehet sétálni szépen a szerviz részlegbe, és itt fel is iratozhatom majd ilyen mindenféle hasznos dologgal. Oké. És itt kényelmesen be lehet ebbe mászni, ebbe a csatornába, ebbe a szerviz csatornába. És nincsen szem előtt, itt pedig egy letisztult hatalmas csarnok tárul elénk, amit hát szimmetrikusan kéne megoldanom kb. Tehát itt végig kéne mennem ezzel a... Ezt meg is teszem, most úgyis ez jön. Ja, nem, még a... Megcsináljuk először a... azokat a kramanc... mi azokat... gyroszkópokat, mert ezeket elkezdtem megcsinálni, úgyhogy azokat megcsináljuk most. Jaja. Mocik. Nem is ezt akartam, hanem elmenni a... Hát most nagyon nem jönnek össze ezek a gomb kombinációk. Kicsit sem. Így néz ki a robbananyagok. Megint változtattak a dolgokon. Gravitációs generátor, meg ebből tudok csinálni majd gravitációt a hajóra. De jó lesz. Nem kell használni ezt a fránya jetpackot itt bent majd. Mit kerestem? A fémlemez, egy csomó fémlemez kell. Ezzel kezdjük. Berakjuk a fémeket. Ja, ez nem az a játék, ahol ott ki lehet menni, csak itt tudok kimenni már csak. Már csak itt. Remélem, oda be tudok. Oké. Fémrács és motor. Fémrács, motor, nagy acélcső. Fémrács, motor, nagy acélcső. Fémrács, motor, nagy acélcső. Három dolog, nem fogom megjegyezni. Fémrács, motor, nagy acélcső. Motor. Fémrács, abból kell legalább 100.
nagy a célcsőből, meg amit, hát nem amit elbírok, abból olyan 20-20-at elbírok? 16-at bírok el. Jó, 28 motorra megkíséreljük meg oldani. Szerintem 7 motor kell bele, ha jól emlékszem. De nem vagyok benne biztos, de mint hogy annyi kellett volna régebben bele. Elosanunk. Örülök neki, nem robbant föl egyébként a... Jó, csak 4 motor az. Sima ügy. Oké, megvannak a girók is ezen a részen. Itt már kizárólag csak a reaktorok hiányoznak, úgyhogy itt nagyon jól állunk mindenképpen. Oké. Most lámpát azt nem tudom, hol tudok elhelyezni. Egyet tudok ide rakni. Aztán nagyjából máshol nem nagyon sokat. Bár ezek valamennyit világítanak, ezek a beltéri elemek szerintem alapból, úgyhogy ott jó esélyek vannak. Na, csináljuk a túloldalt. Akkor már ilyen gyroszkópos buli van itt, most úgy néz ki. Rámegyünk a girókra. 964, jó. Időben is jók vagyunk. Még ezen az oldalon megcsinálom a gyroszkópokat. Aztán... Jó, a céllemez az... El is használtam az összes acéllemezemet. Nem is értem, várjunk csak. Mert 500 kell egyhez, sőt 600 kell egyhez. Hát jó, hát hozok még. Jaj, nagyon valamiért össze is nyomkodom a gombokat. Még nem is emlékszem, mivel játszottam most legutóbb. Mondjuk a... Hagymával a közös live-unk volt ezelőtt Space Engineers-ben, de ott is aztán szívtam a gombokkal, azt hiszem. A rásztra állt az ujjam, vagy nem is tudom mire pontosan. No, vigyünk még ilyet. Sokat. Már nem kettőre elég egyébként ez. Ez rendben van, ilyen ügyileg ez is. Jó, ebben nem lett elég, de abban még talán nem. Igen, ebbe elég lett. Jó, hozok. Hozok még egy adagot, és akkor az acél le tudva szerintem. Azt mondja, hogy így, és oxigén. Energiám van kevés. Elektromos típusú. Ezt belehegeztettem ebbe. Ó, na mindegy, most megint megszivattam magat. Így van, belehegeztettem véletlenül az izébe. Nem merem kivenni, mert akkor szétszedem, aztán nem tudom majd visszarakni, ügyesen, okosan. Vegyünk még egy kört. Na tehát, ez okés, okés, okés. Okés. Ez három darab hiány okés, úgyhogy most ebbe rakok egy kicsi olyat. Nem sokat, százat. És akkor viszek építő elemet gazdagon, mondjuk egy 300, nem több, legyen mondjuk 400. És még viszek akkor motort, mert abból nem sok kell, 400 az 20 motor az elég. Ebből kell sok, ebből 50, az 200, de azt annyit már nem bírok el szerintem. 108, jó. Mindegy, mindegy, ezzel azért meg fogunk ugrani. Ez rendben van. Ez is rendben van. Ez is rendben van. Kell számítógép, fémrács és nagy acélcső. Fémrácsot kell még hoznom. 100-at sikerült a... Mennyiből is? 200-ból. Uh-huh. Hát minimum még 100 vizet viszek. Így. A többi az még nagy acélcső, amit elbírok. 22 darab, az még egész jó is talán. A fémrácsot nem vittem. Meg egy darab számítógépet se, pedig az is kellett volna. Itt-ott már csak az hiányzik, a számítógép, és kész is leszünk. Jó, ide még kell acéllemez, ez is gyönyörű. Nem tudom, az hol maradt el. Jó, rengeteg számítógép, némi acéllemezzel vegyítve, meg fémrács, az nem tudom, az lehet, hogy megoldódott közben egyébként. Na mindegy, viszek azért ezért fémrácsot, így viszek egy, tudom én, 150-et, meg ebből viszek egy 200-at. Számítógép, majdnem megint elfelejtettem. Számítógépből meg 20, hát mit tudom én, 50 biztos elég lesz. 42-t tudok, jó.
Na most kész lesz mindegyik szerintem. Ez is megvan, nagyszerű hír. Szuper, jó. Jó, és akkor ezt is ugyanúgy lefedjük, ezt az egész cuccot. Az pedig a négyes. Csak beltérlem, ez egy darab nincs, úgyhogy megszívtam szerintem. Így van. Ezzel bizony nem fogok lerakni egy darabot sem, nem engedi a rendszer, viszont ha nincs beltérim, jó, így már van. Így már van. Ebből viszek egy keveset, mondjuk egy 200-at, így nézzük meg így. Na. Olyan kéne, ami mind a két szélén van, így van. Helyes, hát itt nem is tudom, itt olyan kéne, ami csak azon a felén van, így van. Bár, hát nem is tudom. Jó, nekem így. Akkor ide rakunk egy olyat, ami kétoldalas. Ide pedig egy olyat, ami szintén kétoldalas, de másképp. Így. Na ne. Így. Jó, és akkor ide pedig nem tudok rakni semmit. De ezzel együtt élünk. Kis a célcső. Kis a célcső. Beltéri lemez. Minden. Na nézzük. Kis a célcső, az menni fog. Mennyit ügyünk egy 200-at. Beltéri lemezből nem kellett sok, szerintem egy 100 elég lesz, és mi volt még? Valami még volt, nem tudom már mi. Na mindegy. Talán ennyiből meg tudom egészteni, és akkor mára meg is vagyunk a tervezette beltéri lemez. Még mindig kell bele? Pff. Akkor csak akartam fölvenni, végül is nem vettem föl. Vagy keveset vettem föl, az is lehet. Pedig beltéri lemezünk még azért van, van 20 ezer, úgyhogy 29-et tudok csak, na az a baj. Na az a szűk keresztmetszet igazából. Jó. Ez így király, és akkor még ide kéne egy ilyen záró. Nem ez az, ez lesz az. Ez az is, jól be kell forgatnom ide. Így. Beltéri lemez elfogyott, megyek is. Megyek is, és ezt még idehozom, és akkor ez volt a mai epizód, egy kicsit rendbe raktam ezt a részét a hajónak. Beltéri lemez itt van, meg is van. Csak 70-et tudok vinni valamiért, valami nagyon súlyos dolog lehet nálam. Jó van. Jól van, akkor ez ennyi lenne egyelőre, és akkor itt még be tudok menni meghegeszteni majd ezeket a kis nyamvadékokat. Ez mi ez? Könnyű páncélba köszönöm, lehet kivágni? Na, ki lehet, jó. Errefele fogok haladni egyébként, ezt is. Egyni. Az most ott a tetején van, jó. Azt mondja, négyes, lerak, meghegesz. Bevágod bele, azt a mindenit. Oké, okay, királyság, hogy inventory full. Ez meg oda bágold. Full, oké. Okay. Ebbe nem tudom belerakni? Nem tudom. Te beléd bele tudok rakni egy csomó mindent. Így van, én biztam benned. Jó. Akkor fölveszik így. És téged is, hogyha elérlek még. Á, már nem, le ott látszik még egy kicsit. Jó. Oké, okay, ez most szentesítette az eszközt a cél. Jó, oké. Okay. Itt mi volt egyébként? Hát rakhatok ilyen itt épp falat. Hatost. Talán ez jó lesz. Így. Építőelemet hozok. Hozok én neked építőelemet. Adok én neked építőelemet. 290 is van nálam. Jó, bele is rakta. Na most akkor megyünk arra hátrafele. Itt is lesz egy ilyen kis perem, de itt nem megyünk le az alsó szintre, mert felesleges mindenhol le járatot csinálnom. Ez szépen sikerült.
nagyszerű beltéri épít... vagy mi csoda? Mi hiányzik? Beltéri lemez hiányzik, és hol vagyok? Hol vagyok? Itt. Na nézzük, beltéri lemez. 85 nem túl sok, visszük. Királyság. 4-es talán. Jó, könnyű páncélblokk, az mehet oda. Nem tudom, hogy csinálják egy lejárót esetleg, vagy ne. Na mindegy, jó van. Most ezt a részt fogjuk majd folytatni, akkor egyelőre ennyi lesz a mai epizód. Amit mára terveztem. Kimegyünk egy kicsit ide, körbenézünk itt. Jó. Szóval ennyi lett akkor volna a mai rész. Megcsináltuk egy kicsit a gyroszkóp szobákat, ezeket a szervizalagutokat, és le tudunk menni most a legaljára. Elvileg a levegőztetést azt onnan is meg tudom oldani, és ez egy nagyon praktikus dolog lesz mindenképpen. Úgyhogy én optimista vagyok ezzel a kapcsolatban. Szerintem ezzel nagyot léptünk előre. Egy kicsit könnyebb lesz itt majd. Miért tol ki ez a levegő, vagy valami? Jó, oké. Szóval innen fogom folytatni. A következő részben is még ezt a tömítést fogom eszközölni, tehát megpróbálom megjavítani úgy a dolgokat, hogy ne legyen sehol lyuk a rendszere, hogy a levegőztetést az frankon meg lehessen csinálni. Ja, és akkor azzal fogom a következő részt is tölteni, és hogyha összejön a hermetikusan lezárt helységeknek a garmadája, akkor elkezdem kiépíteni a szellőztető rendszert is, hogy az oxigénellátás az zavartalan és biztos legyen a hajón. Köszönöm, hogy megnéztetek, ha tetszett, akkor lájkoljátok mindenképpen, arról tudni fogom, hogy vártátok ezt az epizódot, és hát jövök vissza mi hamarabb újabb epizódokkal, és próbálom sűríteni is az epizódokat, de most a Stardew Valley elég jól elviszi az én kis processzoridőmet, mert most egy kicsit így az úgy átugrott mindent, és azzal szeretek a legjobban játszani, úgy néz ki. De ahogy láttam, ti is nagyjából kedvelitek azt a sorozatot, és ezt egy kicsit többen nézitek, de szerintem annak sincsen rossz nézettsége, úgyhogy az is egy jó, meg az most ugyan nekem olyan újdonság, aztán azért talán egy kicsit többet foglalkozok vele, de sincs elfelejtve, úgyhogy folyamatosan játszok ezzel is közbe-közbe. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!